Sziasztok, honvadisok, csonkajanisok és egyetemi hallgatók, meg a mindenki, aki bennünket követ és néz, és velünk együtt mozog. Na, 2020. május 4, 5, 6, 7-e van, 7-e van csütörtök, mert ugye előre dolgozunk, gyerekek. Nagyon fontos, hogy titeket ne hagyjunk cserben, ezért mindig előre dolgozunk, hogy biztosan meglegyen, mert azért elég sok munkálatok vannak ezekkel a videókkal, nem csak a felvétel alatt és során, hanem azért az utómunka is hihetetlen sok. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm ezúton is, meg most is, meg ezelőtt is, meg világéletembe fog ez kísérteni. Az Engó Film Stúdiónak, a Marcinak és a Kolbinak, akik itt a kamera mögött mozognak, nem láthatjátok őket, de higgyétek el, hogy legalább annyit, hanem még többet dolgoznak vele, mint mi. Jó, de ugye amiért itt vagyunk, azért azt se felejtsük el, hát mi vagyunk itt, a mozgásért, és hogy az Anikó készült nektek a finomsággal, ő is fogja szerintem veletek megcsinálni, meg a Zsófia kisasszony. Bele is csapunk, jó? Ez egy gyönyörű szép csütörtöki nap lesz. 3 szettes feladatod van a test előkészítőbe, azt úgy hívjuk, hogy 40 másodperc plank alkartámasz, de hát ezt mutathatjuk, de már számtalanszor csináltátok velünk. 30 másodperced van, tehát 30 másodperced van egyik oldalra Star Side Plankhez, itt mutatjuk, és a másik oldalra is van 30 másodperc Star Side Planked. Hát, nagyon királyság. Aztán pedig a One Leg Hip Thrustod van, ugye egy lábas hip thrust, és 30 másodpercen keresztül emeled a csípődet, lényegében ez egy csípőhíd emelés tartás, hívhatjuk így, jó? Fontos, hogy elsőnek, amikor emeled a fenekedet, emeled, majd utána jönnek a gerinc csigolyák, és aztán jön a csigolya első, és a legvégső a feneked, szépen lassan. Nem az a lényege itt, hidd el, hogy nem feltétlen a ismétlés szám, magas ismétlés szám a jó, hanem inkább a minőségre törekedj, jó? Aktivizáljuk a poppolót. Oké, ebből a 3 gyakorlatból ugye 3 köröd van, majd ezt követően a második feladatunk, a B rész a napunkban, egy 6 körös kis királyság lesz. Hogy fog ez kinézni? 50 darab jumping jacks, bemutattuk itt. 25 darab air squat, őt is bemutatjuk itt. 25 good morning, ezt is bemutatjuk nyilván, vagy felmosó nyéllel, vagy ruhaszárító kötéllel, vagy ásványvízes üveggel, vagy most már azért leva lehet, vagy erős, és kiskutyát is lehet tenni a nyakadba. Jó? Aztán pedig 10 walkout push-up, tehát megfogod, és lényegében, ugye ez a hand climb-nak is hívhatjuk bárhogy, megfogod, és kijössz, hasra fekszel, kinyomod magad, és visszajössz. Ebből 10 darabod van az egy körödben. És ugye ezt 6 körön keresztül fogod szépen abálgatni. Nagyon királyság! Meg vagyunk ezzel is, de ugye mint mindig az egész napot itt láthatod, az én jobb kezemem végigkövetheted a tekinteteddel, és akkor elérkeztünk az edzés 3. egyben utolsó részéhez. Természetesen a nyújtást nem szoktuk ideérni, de mindig nyújtogatunk. 3-4 köröd van a következő feladatokból. Ezt azért bekészítettem magamnak. 20 váltott karú biceps. Ajj, durranjanak azok a bicók. Érted? Na, szóval ebből van 20 darab váltva, majd ezt követően van 20 darab skull crusherünk, ugye? Vagy állva, vagy akár lehet ezt fekve is csinálni. Gyönyörű szépen lefekszek nektek, érted? Vagy kifekszek. Így. És a lényeg, hogy a felkarod a felső testhez 90 fok, és az nem mozogjon, mert akkor vából dolgozol. Beteszed a homlokodhoz, beengeded, és onnan van egy könyök nyújtás. Ez 3-4 kör, gyerekek, és akkor már be is durran a tricó-bicó. Aztán lehet kitenni nyáron az ablakon, érted, amikor vezetsz, hogy mik vannak neked, milyen spajszerek léptek oda. Drágaságaim, ez volt a csütörtökünk. Legyetek jók, mindig maradjatok mozgásban, ez nagyon fontos, edzetek velünk, és mosolyogjatok mindenkire, legyetek boldogok,
Mindenből kikeszkelál, mucálódunk. Na ezt azt én jól megmondtam a végére. Puszillag benneteket, sziasztok!